Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró, Békés megye kulturális magazinja. A trianoni békeszerződés a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája. Pontosan 100 évvel ezelőtt, június 4-én Magyarország területének és lakosságának mintegy kétharmadát elveszítette. A békeszerződés előzményeiről és következményeiről Szabó Lászlóval, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium történelemtanárával és igazgatójával beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Kezdjük az elején, tehát a trianoni békeszerződést megelőzte egy hosszú háború, majd egy hosszú tárgyalás sorozat. Kérem, vázolja fel Magyarország helyzetét ezekben az időkben. Nem is Magyarország helyzete, hanem kezdjünk az Osztrák-Magyar Monarchiával. Ugye amikor 1914 késő nyarán megindul az első világháború, amiről bizony nagyon-nagyon kevesen tudták, hogy ez több mint 4 évig elhúzódó, rendkívül jelentős konfliktussá fog növekedni. Magyarország gyakorlatilag ugye nem egy független állam, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia része. Az Osztrák-Magyar Monarchia államalkotó jelentős eklatáns területe. Az Osztrák-Magyar Monarchia egy sok nemzetiségű birodalom. Az Osztrák-Magyar Monarchiának a hadserege, akár a KUK, a császári és királyi közös hadsereget nézzük, tele van nemzetiségileg kevert ezredekkel. Ilyen hadtestekkel kell gyakorlatilag a monarchiának megvívnia az első világháborút, amely, hogyha katonai értelemben nézzük, sőt, hogyha a katonai elemzéshez még a gazdaság történetet is hozzá vesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia nem volt rossz. Nem volt rossz, egy rendkívül elhúzódó, nagyon mély gazdasági, társadalmi, szociálpszichológiai sebeket mélyítő és feltépő háborúban. Alapvetően én azt gondolom, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia a háború utolsó évét leszámítva nem vizsgázik rosszul. Tudni kell még a háború előtt, hogy miután ez egy sok nemzetiségű állam, az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben, a monarchia nemzetiségi politikájával szemben, leginkább a magyar kormányoknak a nemzetiségi politikájával szemben elkezd kialakulni Nyugat-Európában, leginkább a francia és a brit politikai elitben és a monarchia felé érdeklődő közvéleményben egy negatív értékítélet. Sokan a monarchiára, mint a népek börtönére tekintenek. A nemzetiségi vezetők, akár az erdélyi román, akár a cseh, akár kisebb mértékben a szlovák, vagy a horvát, és általában véve a délszláv vezetőket nézzük, ők egy nagyon jelentős negatív propaganda hadjáratot kialakítanak a monarchiával szemben. Magyarul ez nem lesz egy jó felütés, ami az első világháborút jelenti. 1918-ra, a háború utolsó évére gyakorlatilag bebizonyosodik az, hogy a központi hatalmak, a Németország első szövetségesének számító Osztrák-Magyar Monarchia Németországgal együtt ugye elveszíti a világháborút. Nagyon érdekes, hogy 1917-ben, sőt még 1918 első felében is, hiszen gondoljunk arra, hogy a monarchia tárgyalóasztalhoz ültette Romániát, gyakorlatilag nehezen, de legyőzte Szerbiát. 1917-ben jelentős sikereket ért el az olasz fronton, Caporettónál. 18 tavaszán Brest-Litovskban Szovjet-Oroszország, a kialakuló félben lévő Szovjet-Oroszország letette a fegyvert, tehát nagyon sokan abban bíztak, hogy ezt a háborút a monarchia nem veszítheti el, megnyeri. Viszont 1918 közepétől, 18 második felében leginkább az Amerikai Egyesült Államoknak a nagyon jelentős gazdasági súlya és egyre jelentősebb katonai súlya oda vezet, hogy bizony ugye az Antant megnyeri a háborút, és akkor jön a nagy kérdőjel, mi történik a monarchiával, mi fog történni a monarchiával. Itt egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdésre bukkanunk, ugyanis a háború első felében szó nincs arról, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiát föl szeretnék bomlasztani. Igazából nincsenek jelentős tervek arra nézve az Antant részéről, hogy mi történik akkor, hogyha ők megnyerik a háborút, és mi történik ezzel a közép-európai
hatalommal, nagy hatalommal. Hiszen gondoljunk arra, hogy a Habsburg dinasztia, a Habsburg birodalom, igaz, most osztrák-magyar monarchiának hívják, évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül az európai hatalmi egyensúlynak a része volt. Ezt a monarchiát 1849-ben idézőlesen, de megmentették. Most senki nem tudja, hogy mi lesz a sorsa. Spontán módon 1918 őszén különböző nemzeti tanácsok kezdenek el kialakulni, Csehországban, Horvátországban érezhető az egyre jelentősebb feszültség, az a feszültség, ami már a század előn is ott burjánzott a nemzetiségi kérdésben, és 1918 végén, itt van egy október, november, december, három hónapnyi időszak, amikor maga a monarchia felbomlik, negyedik Károlynak az osztrák császár és magyar király elveszíti az államát, negyedik Károlyban már nem bízik a monarchiának az elitje, túlságosan kevés negyedik Károlynak 1918. október közepén a föderatív átalakítására vonatkozó kísérlete, szabadulni akarnak a monarchiától, és ebben a rendkívül nehéz történelmi szituációban éri el konkrétan Magyarországot, a történelmi Magyarországot az újabb kérdés, hogy a monarchia megszűnése után mi fog történni Magyarországgal. Gyakorlatilag magára maradt Magyarország. Igen, igen. Mégis mit tudott tenni a magyar delegáció, amikor már elérkeztek a tárgyalások Versailles-ban? 1919. januárjában nyílik meg a konferencia, a békekonferencia. Magyarország, a magyar békedelegáció egy év múlva 1920. januárjában érkezik meg. 1919-ben gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mi viszonylag keveset tudunk arról, hogy mi történik Versailles-ban, hiszen a veszteseket, így Magyarországot sem hívták meg, illetve az Antant, a győztes Antant nem volt hajlandó elfogadni gyakorlatilag sem a Károlyi Mihály vezette kormányt, majd a szakszervezeti kormányt, sem a tanácsköztársaságot 1919 tavaszától, bár volt egy időszak, amikor meglengette az Antant, hogy hajlandóak lennének esetleg a tanácsköztársaságnak a delegációját meghívni. Utána 19 második felében, 19 végén megindul az ellenforradalmi rendszernek a hatalomra kerülése. Ugye 19 novemberében fog Horthy Miklós bevonulni Budapestre, magyarul nincs senki a részünkről 1919-ben Versailles-ban. Részünkről senki nincs, viszont ott van a cseh és a szlovák politikai elit, ott van a román elit, ott van a horvát, a szerb, tehát ott a délszláv elit, alapvetően a román és jugoszláv területi bizottságban és a csehszlovák területi bizottságok munkája 1919-ben készen van. Azt szoktuk mondani, hogy úgy legkésőbb 19 közepére a jövendő beli magyar határok, azok elkészültek. Magyarul mi nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk befolyásolni, nem vagyunk ott. Aponyi Albert vezetésével 1920. januárjában fog kiutazni a békedelegáció, amikor gyakorlatilag minden el van döntve. A magyar kérdés sajnos, a magyar határoknak a kérdése, az negyed, ötöd, hatod rangú kérdés volt a békekonferencián. Egyértelműen Németország számított az elsődleges prioritásnak. Az volt az elsődleges prioritás, hogy Németország lehetőleg ne veszélyeztesse Európában a francia hatalmi érdekeket. Németországot meg kell gyengíteni gazdaságilag, katonailag. Ehhez leginkább a francia diplomácia olyan országokat kíván kialakítani Közép-Európában, amelyek feltétlenül francia barátok, és ezáltal német ellenesek. Tehát itt olyan országokra gondolok, amelyek vagy a területnövekedésüket, vagy a létüket Franciaországnak köszönhették. Csehszlovákiára gondolok, Romániára gondolok, a szerb-horvát-szlovén királyságra gondolok, vagy Lengyelországra gondolok. Ebbe a képbe Magyarország nem fér bele. Mi sajnos nem számítottunk. És a másik fontos dolog a Szovjetuniónak a kérdése volt. Persze, akkor még nincsen Szovjetunió, a Lenin vezette bolsevikok hatalomra kerülnek. Keveset beszélünk arról, hogy itt van egy nagyon súlyos orosz polgárháború, és az orosz polgárháború az nagyon nagyban befolyásolta a versailles-i békekonferenciát. Tehát mondok egy példát, az a Románia,
amely 1916-ban belépett az első világháborúba, miután az Antant megígérte neki Erdélyt, és ellenünk lépett be az Antant oldalán. Ez a Románia a háborúban katonailag vereséget szenved a monarchiától és Németországtól. 1918-ban békét köt Románia a monarchiával, egy külön békét. Ezt a külön békét viszont az 1916-os bukaresti egyezmény nem engedélyezte. Ennek ellenére Románia megkapja Erdélyt. Hát azért kapta meg Erdélyt, mert a román diplomácia és a román politikai elit felismerte azt, hogy amennyiben segítenek az orosz bolsevikok elleni háborúban, az orosz polgárháborúban, ezt előbb-utóbb, hát ha mégiscsak kompenzálja mondjuk Franciaország, mivel kompenzálná Erdéllyel. Nagyon sűrű, borzalmas hangkomplex a kérdéskör, amit 18-19-ben lezajlik Magyarországon. A tanácsköztársaság sem tett úgymond jót a döntésnek. Én azt gondolom ugyanakkor, hogy amikor Kumbéláék hatalomra kerülnek, Magyarország sorsa már eldőlt. Károlyi Mihálynak az őszi rózsás forradalma és az a politika, hogy rendkívüli módon bízott a nemzetközi vagy a nemzeti önrendelkezésnek a szép eszméjében és az amerikai diplomáciában, lehet, hogy téves volt 18 végén, de azt gondolom, hogy nem Károlyi, nem Kumbéla, nem a tanácsköztársaság okozta Trianont. Trianonnak az okai, nem menjünk vissza a 18. századi betelepítésekig, de a 19. század végéig mindenféleképpen vissza lehet menni. Trianon a maga társadalom történeti, szociálpszichológiai okai, ezek már 1900-ban megvoltak, és ez a végkezdete volt, ami 1918-ban történt. És ugye amellett, hogy Magyarországnak nagyon nagy területi részét elcsatolták, ez nagyon sok területet érintett, például a hadseregre is voltak kitörések. Erről kérem, mesélni egy keveset. Igen, területi elcsatolások, ugye a több mint 282 ezer négyzetkilométernyi történet Magyarországnak a területe picikével több mint 93 ezer négyzetkilométernyi területre zsugorodik. Fölfoghatatlan területi veszteség. A Csalló köztől Székelyföldig, a Székelyföldtől Muravidékig, a Muravidéktől Kárpátaljáig. Nem tartja be a Versailles békekonferencia a mi esetünkben a nemzeti önrendelkezést, hiszen szín-magyar területeknek az elcsatolása történik meg. Tehát nem az etnikai határok mentén történik meg a határoknak a meghúzása, hanem jól átgondolt gazdasági, közlekedési, szállítási szempontok szerint, ahol nagyon fontos volt a vasútvonalak, nagyon fontosak voltak a vizek. Egy természetföldrajzi egységet robbant szét a trianoni békeszerződés. Területi megcsonkítás mellett nagyon súlyos gazdasági, súlyos katonai következményei lesznek, hiszen Magyarországnak egy minimális hadsereget engedélyeznek, az általános hadkötelezettség, mint olyan, az gyakorlatilag hivatalosan meg kell szüntetni, modern fegyvernemekkel Magyarország nem rendelkezhet, mindezt úgy, hogy minket 1920-21-től olyan államoknak a gyűrűje fog körbevenni, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia részvételével, őket nevezünk a Kisantantnak, amely országoknak a hadserege 3-4-5-szörös a miénknek, modern fegyvernemekkel rendelkezik, nagyon jelentős vasútvonalakat, közlekedési kapacitást, nyersanyagokat, ásványkincseket szakítottak ki a történelmi Magyarország területéről. Szinte nincs az életnek olyan területe, amire ne lett volna hatással a trianoni döntés. Nehéz belegondolni, hogy az életnek a valamennyi területét érintette, tényleg akár gazdasági, kereskedelmi szempontból útvonalak szűntek meg, mégis hogyan tudott ebből fellábalni? Mennyi időbe telt ez? Nagyon nehéz kérdés, amire talán az első válaszom az kellene, hogy legyen, történelmi tanárként, mint aki folyamatokban gondolkodik, hogy talán máig nem sikerült teljes mértékben.
1920-tól 1921-től gyakorlatilag az országot gazdasági, ha csak a gazdaság oldalát nézzük, szinte egy gazdasági szerkezetváltást kellett kialakítani. Új alapokra kellett helyezni Magyarországnak a gazdaságát, hiszen iparvidékeink, nyersanyagkészleteink, ásványkincseinknek egy jelentékeny része elkerült az országból. Nem volt kövünk, nem volt fánk, hogy csak a legegyszerűbb dolgokra gondoljunk. Ez rendkívül nehezen ment. Ennek a ez a gazdasági konszolidáció gyakorlatilag egy évtizedet igénybe vett. Utána sajnos viszont 1929-30-ban berobban a gazdasági világválság, és a 30-as években gyakorlatilag megindul egy jelentős szélsőségesedés Európába. Gondoljunk arra, hogy a náci Németország megszületik, Hitler hatalomra kerül, bár a 30-as éveket már talán nem éldomos ide venni a konszolidációhoz, de sajnos ez a konszolidáció ebből a szempontból nem lesz hosszú életű. 10 év alatt sikerül ez az országot fölépíteni, utána viszont egy olyan útra lépünk, mind külpolitikailag, de maradjunk csak a külpolitikánál, ami szépen lassan, de belevezet minket a második világháborúba. Megelőzöm a kérdést, a második világháború kitörésének az egyik legfőbb okát, nyugodtan mondhatjuk egy szóval, Trianon. Hiszen ez egy olyan lelki sok, egy olyan traumát jelent a magyar társadalomnak, amelyből egy nemzedék alatt nem lehet kievickélni. És engedje meg, hogy arra még kitérjek, hogy a gazdasági nehézségek mellett, a területelcsatolások mellett 1918-tól itt egy rendkívül brutális, rendkívül erőszakos világ jelenik meg. Nem csak nálunk, ez szinte egész Európára jellemző, hogy az első világháború után az atrocitások, az erőszaka szinte intézményessé válik. Ugyanez a helyzet Magyarországon. Az erőszak mellett menekült hullám jelenik meg Magyarországon a 20-as évek első felében, hiszen rengetegen repatriálnak, úgymond haza menekülnek az elcsatolt területekről. Több mint 400 ezer emberre tesszük ennek a tömegnek a számát, amely rengeteg kérdést, ha csak az egzisztenciális kérdéseket nézzük, ez már szinte megfojtotta a korabeli kormányoknak a mozgásterét. Ellátási problémák vannak, nincs tüzelő, nincs szén, élelmezési problémák vannak. Éppen ezért én mindig azt szoktam tanítani a nebulóimnak, hogy van az első világháború, 1914-től 18-ig, de 1918 után jön egy újabb. Jön egy újabb háború, amitől mi nem tudjuk magunkat megkímélni, és ennek a háborúnak az egyik pontja, vagy ilyen pontra, 1920. június 4-én a békeszerződésnek az aláírása. Ejtsünk egy néhány szót az oktatásról is, ugyanis jelentős intézmények is határon kívülre kerültek. Így van. Rengeteg egyetemek határon kívülre kerülnek. Meghatározó közművelődési intézmények a határon kívülre kerülnek. Egyesületek, amelyek korábban, a dualizmus idején, a századforduló idején annak a régiónak, annak a területnek a kulturális életét, vagy akár az értelmiség utánpótlását biztosította. Ezen egyetemeket úgymond hazatelepítik a 20-as években. Ez is a konszolidáció része volt. Betlen István mellett itt mindenféleképpen ki kell emelnünk a korszak egyik legmeghatározóbb miniszterének, Lebesberg Kunónak a nevét, aki vallás- és közoktatásügyi miniszter volt a 20-as években, akinek áldásos tevékenysége és a munkatársainak az áldásos tevékenysége, hogy ezt a kultúrkincset, az egyetemeket és kultúrintézeteket sikerült Magyarországra telepíteni, és a magyar kultúrát a két világháború között, mint egy fegyvert, mint egy eszközt a revízióra, a hatásunknak a terjesztésére föl tudták használni. És igen, ez mutatja, hogy kulturális tekintetben is itt összeomlott egy állam és egy világ. 100 év telt el Trianon óta, és akkor is és azóta is sok vezető és lakos is próbálkozott revízióval. Ön szerint miért van az, hogy a mai napig vannak erre törekvések? Igen.
Már 1921-ben a soproni népszavazás egyféle korrekcióját jelenti a trianoni határoknak. Utána a 30-as évek végétől, 1938-tól, az első bécsi döntéstől történik meg határrevízió, határkorrekció, alapvetően a Mussolini-féle Olaszországnak és a hitleri Németországnak köszönhetően. A második világháború befejeződik, a második világháborút elveszítjük. 1947-ben történik egy második trianon, ami, hogyha területi vesztességeket nézzük, akkor még súlyosabb, hiszen Csehszlovákia számára még több területet, az úgynevezett hídfőknek a területét is elcsatolják. Minden közösségnek, minden társadalomnak egy jogos kívánalma, egy jogos álma az, hogy olyan országban, olyan államban éljen, amely biztosítja számára az alapvető szabadságjogokat, amely nem korlátozza, nem diszkriminálja, és sajnos azt kell látnunk, hogyha 1920-tól akár az erdélyi, akár a felvidéki, akár a délvidéki magyarságnak a történetét nézzük, bizony a kisebbségvédelmi előírásoknak egy jelentékeny része az csak papíron volt meg. Egy anyaországnak a maga nemzetét, nemzettársait védelmeznie kell. Ez 1945 után, ahogy a szocialista és kommunista kísérlet Magyarországot is elérte, és 1989-1990-ig fogva tartotta, erről igazából nem lehetett szó. A rendszerváltás óta van valamiféle lehetőség arra, hogy a határokon kívülre került nemzettársainkkal, és ezekkel az országokkal, Romániával, most már ugye Csehszlovákia nincs, Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal a viszonyunkat rendezzük. Én ezt egy rendkívül kívánatos és előremutató folyamatnak tartom, amiben természetesen mindig vannak zsákutcák, mindig vannak megtorpanások, hiszen nem is a Kárpát-medencéről beszélnénk, nem is Közép-Európáról beszélnénk, hogyha ez nem lenne meg. Én azt gondolom, hogy arra kell törekedni a nagy politika mellett és a nagy politikán kívül, és itt most már talán egy picit hazabeszélek, az iskola területéről beszélek, az oktatásról, hogy azt kell erősítenünk a jövő generációjában, hogy talán ami összeköt, az legalább olyan fontos, sőt fontosabb, mint ami elválaszt. Meg kell ismerni magunkat. Minden gyermeknek meg kell ismerni Erdélyt, meg kell ismerni a felvidéket, meg kell ismerni a délvidéket. Sosem lehet elfelejteni azt, ami 1920-ban történt, sosem lehet elfelejteni azt, ami 1947-ben történt, hiszen hangsúlyozom, itt egy második trianonról is szó van, de ha kell, akkor újra és újra be kell mutatkoznunk egymásnak, nem csak nekünk, hanem sok esetben a velünk szemben állóknak is. És az a történelem, az a múltértelmezés, ami eddig minket elválasztott, az összekötő kapcsot kell megtalálnunk. Föl kell ismernünk, hogy bizony vannak hasonlatos szeletei a mi történelmünknek, a mi kultúránknak, és ebben kell egy olyan fogódzót találni, ami a jövő terepévé teheti a Kárpát-medencét. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Országos kezdeményezéshez csatlakozott a Békés Csabai Napsugárbáb Színház vasárnap gyermeknap alkalmából. A társulat zenekara zenés gyermekműsorral készült Békés Csaba több pontján. Ha én cica volnék, száz egeret fognék, de én cica nem vagyok, egeret sem foghatok. Ismert gyermekdalokkal készült a Rokodál zenekar a lencsési lakótelep egyik játszóterére kilátogató érdeklődőknek. A gyermekek láthatóan élvezték a műsort, hiszen régen hallgathattak élő zenei előadást. Legtöbbüknek nagyon tetszett, hogy a zenekar olyan dalokat is játszott, amelyeket ismernek. Hogy zenétek.
Pörögi velünk címmel indított országos kezdeményezést a Kecskeméti Ciróka Bábszínház, melyhez Magyarország valamennyi hivatásos bábszínháza csatlakozott. Lenkefi Zoltán, a Békés Csabai Napsugár Bábszínház igazgatója elmondta, fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz, és gyermeknapon előadással kedveskedjenek a legkisebbeknek. Most már hónapok óta nem tudunk játszani a gyerekeknek előadásokat, mert ugye ez a vírus ez mindent leállított. És egy országos kezdeményezés indította el a gondolkozást. Az országos kezdeményezés az az, hogy pont a mai napon, reggel 8:30-tól délután 4-ig 13 magyarországi bábszínház 13 előadását láthatják a YouTube-on egy külön csatornán. És ebből kiindulva gondoltuk, hogy azért legyen még valami személyes is, és ezért gondoltuk, hogy itt legyen egy ilyen kis koncert. A zenekar a lencsési lakótelepi előadást követően a belvárosban a színház előtt is fellépett. Meglepetés koncerttel készült a Jókai Színház gyermeknap alkalmából. Az érdeklődők vasárnap este 6 órától hallhatták és láthatták a csak mesedalokból álló közel 1 órás produkciót a teátrum előtti téren. A leghíresebb Disney dalok csendültek fel vasárnap este a Jókai Színház előtt. A műsorban nem csak színészek léptek fel, hanem a Színi Tanház artista képzős növendékei is. Az 50 perces koncertre többnyire olyan dalokat válogatott össze Nagy Róbert, a műsor szerkesztője és rendezője, melyeket jól ismernek a gyerekek. Megy az élet ám, de ajtókat mond, mire nyit. Többek között a Jégvarázs, az Oroszlán király, a Herkules és a Kishableány című mesék dalai is felcsendültek. Habár mesedalokról van szó, nagyon-nagyon nehezek, úgyhogy próbáltunk rá sokat, mindenki otthon. Ez egy 45 perces kis mesedal összeállítás volt, és úgy láttam, hogy a gyerekek nagyon élvezték, és velünk énekelték majdnem az összes lágert. A gyermeknapi koncert a Színház házhoz megy akció záró eseménye volt. A teátrum május elején indította el a kezdeményezést azzal a céllal, hogy ha a közönség nem tud színházba menni, akkor a színház megy a közönséghez. Nagyon nagy örömmel töltött el minket, hogy nagyon sokan előbújtak a lakásokból, néhányan le is merészkedtek a terekre, természetesen betartva a másfél méteres távolságot. És nem csak nekik volt nagy öröm, ezt el kell mondanom, hanem nekünk is nagy öröm volt újra egy kicsit színpadon állni, és ott énekelni, és megosztani az emberekkel az érzéseinket. Nagy Róbert hozzátette, mindez nagyon jó visszajelzés nekik, hiszen az emberek érdeklődnek irántuk, ezért számíthatnak majd rájuk akkor is, ha újra kinyit a színház. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!